Kedves nézőink, itt vagyunk a Találkozások házában, és Kulcsár Lászlóné megbízott igazgatóval beszélgetünk. Hát túl vagyunk egy igen sikeres augusztus 20-ai hosszú hétvége rendezvénysorozaton. Én azt hiszem, hogy aki akarta, mindenki megtalálta a számítását és a neki való szórakozási lehetőséget, viszont augusztusban még nem állt meg az élet. Mivel várjátok még az érdeklődőket? Így van, augusztus 24-én egy nagyszabású programra szeretném felhívni az érdeklődők figyelmét, amikor is Gyere a térre, ezt a fantázia nevet adtuk a rendezvényünknek, és a Vidor Fesztivál keretében 17 órától, ez egy szombati nap, egy utcaszínházi előadásra kerül sor, amikor a Vidor Fesztivál tájoló előadásának keretében egy színtársulat fog érkezni ide Tiszavasváriba hozzánk 17 órától. Ez egy viszonylag rövid lélegzetű kis program, és úgy gondoltuk, hogy ezt az estét jó lenne megtölteni fellépőkkel, és egy úgynevezett nyárbúcsúztató programot szeretnénk mi itt Tiszavasváriban a Találkozások háza előtti téren megvalósítani. 18 órától Szirota Jennifer műsora következik, majd 19 órától a Four for Dance látogat el ide Tiszavasváriba, és egy közel egy órás produkciót mutat be majd a Találkozások háza előtti főtéren felállított színpadon. Úgyhogy erre nagyon sok szeretettel várjuk az érdeklődőket. És ha már Vidor Fesztivál, akkor 30-án, augusztus 30-án a Találkozások háza színház termébe kerül sor egy Vidor Fesztiválon bemutatott darab tájelőadására 19 órától. A darab címe Születésnap, és a Borekó Társulat látogat el ide Tiszavasváriba. Róluk annyit kell tudni, hogy ők nem először lépnek fel Tiszavasváriban a Találkozások háza színház termében, hiszen innen a környékről, Hajdunánásról, illetve Hajdudorogról származnak a társulat tagjai, úgyhogy szeretettel várjuk a színházbarátokat, a Vidor Fesztiválnak a látogatóit ide Tiszavasváriba is, a Találkozások háza színház termébe. Jutka, beszélgettünk eddig A-verzióról, de mi akkor a gond, hogyha netán zuhogna az eső, akkor hogy csináljátok, és hova mehetnek az érdeklődők? Így van, tehát erre is gondoltunk, tehát a 24. rendezvény abban az esetben, hogyha ugye kiszámíthatatlan az időjárás mostanában, tehát mindenféleképpen megrendezésre kerül a program a Találkozások háza színház termében, és ugye a Vidor Fesztivál keretében a 30. előadást azt eleve ide terveztük a színház terembe, tehát az itt lesz megvalósítva. Úgyhogy szeretettel várjuk az érdeklődőket.